Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntöm én is a sajtó képviselőit. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a következő időszakban az első számú kormányzati felelőse lesz az energetikának, a klímapolitikának, a kiemelt közműszolgáltatásoknak, az infokommunikációnak, közlekedésnek és a vagyonpolitikának. E területeken a miniszterelnök iránymutatás szerint a legfontosabb feladatok a magyar gazdaság újraiparosításának elősegítése és az állami szerepvállalás erősítése. A stratégiai iparágakat felügyelő Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a nevébe foglalt küldetéséhez méltóan Magyarország folyamatos és gyors ütemű fejlődését kívánja szolgálni. Akkor leszünk sikeresek, ha ez a fejlődés a magyar családok mindennapjaiban az ország minden részén tetten érhetően megmutatkozik. Mindenekelőtt arra törekszünk tehát, hogy honfitársaink biztonságosan és megfizethető áron jussanak hozzá az egyre javuló színvonalú közszolgáltatásokhoz. Elsőként engedjék meg, hogy a tárca közigazgatási államtitkárát mutassam be önöknek. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közigazgatási államtitkárának Cepek Gábort kértem fel. Bár a tárca vezetői között ő lesz a legfiatalabb, már is jelentős jogi és közigazgatási múlttal és gyakorlattal bír. Államtitkár urat arra kértem, hogy a minisztérium szakmai és hivatali vezetőjeként biztosítsa a tárca zavartalan munkavégzéséhez és a célok megvalósításához szükséges feltételeket. Szilárd háttérként összehangolt belső működése van szükség ahhoz, hogy a minisztérium eredményesen láthassa el feladatait. Most pedig következzenek az egyes szakterületek. A következő években nagy erőkkel dolgozunk azon majd, hogy az állami vagyon megőrzése és gyarapítása terén eddig elért eredményeket továbbiak kövessék, hiszen a kormány számára elsődleges feladat a nemzeti vagyon védelme. Vezérvonalként szeretnénk azt az alapelvet, hogy a közvagyon értékesítéséből befolyt bevételből közvagyont gyarapítsunk. Biztosítsuk az állami tulajdonú gazdasági társaságok működési hatékonyságának további növelését. Kialakítsuk a korszerű ingatlangazdálkodás jogi és szervezeti feltételrendszerét. Folytassuk az állami feladat ellátásához nem szükséges ingatlanok átadását az önkormányzatok, a társadalmi szervezetek részére, minden esetben a legmegfelelőbb hasznosítási forma mellett. A vagyonpolitikai területért, ahogy az elmúlt években, úgy a jövőben is Hegmanné, Nemes Sára államtitkárasszony felel. A tárca az előző ciklusban gyökeres vagyonpolitikai fordulatot hajtott végre, a közvagyon pillanatnyi költségvetési érdekeket szolgáló elkótyavetélése helyett a vagyongyarapodás útjára lépett. Arra kérem államtitkárasszonyt, hogy a biztos alapokra építve irányváltoztatás nélkül folytassa a megkezdett munkát. A folyamatosságot képviselő Fónagy János parlamenti államtitkár úr is, aki számottevő tapasztalatokkal rendelkezik a politika világában és a kormányzati munkában. Sokszor, sok poszton bizonyította alkalmasságát és rátermettségét, ezért különösen örülök, hogy az elmúlt 4 év után ismét a tárca parlamenti államtitkára lesz. Fónagy Jánost arra kértem, ahogy eddig, ezt követően is tevékenyen vegyen részt a társadalmat leginkább érintő törvényjavaslatok előkészítésében, és továbbra is a rá jellemző hatékonysággal és hitelességgel képviselje a tárcát. A szakterületi feladatokat illetően elszántak vagyunk abban, hogy megteremtsük a rezsicsökkentést további, az ipari versenyképességet javító kiterjesztésének feltételeit, az elvárt ütembe folytassuk a valaha volt legnagyobb hazai beruházás, a paksi bővítés előkészületeit, gondoskodjunk a hazai fogyasztók biztonságos energiaellátásához nélkülözhetetlen nemzetközi hálózatfejlesztések továbbviteléről. Déli áramlat, a magyar-horvát határkereszteződésen a földkárt vezetékek kétirányosítása, és ugyanígy a magyar-román vonatkozásban ennek a korszerűsítése, kapacitás bővítése. Támogassuk a magyar energetikai nagyvállalatok további térnyerését, az ágazat hazai cégei által kínált termékek és szolgáltatások piacképességének fokozását. Segítsük a bányászat munkakultúra megőrzését és továbbvitelét,
a hazai ásványkincs vagyon gazdaságos és környezetkímélő hasznosítását. Aratki András energiaügyért felelős államtitkárnak minden az ágazatban szerzett évtizedes tapasztalatára szükség lesz a rengeteg kihívás leküzdésére. De éppen emiatt a jelentős tapasztalat miatt bízhatunk abban, hogy sikerrel jár. Nagy feladatunk lesz, hogy a közműtörvény megkezdett kimunkálását sikeresen végigvigyük a non-profit közműszolgáltatások megteremtése érdekében. Újra indítsuk egy minden eddiginél kiterjedtebb, a lakóépületek energiahatékonyságának fejlesztését támogató épületenergetikai programsorozatot. Hozzákezdjünk a jogszabályi és finanszírozási környezet megújuló energiaforrások, különösen a geotermikus energia hasznosítását támogató átalakításához. A nem uniós fejlesztésű források gazdájaként elősegítsük e keretek gazdaságélénkítést és a kis- és középvállalkozások helyzetbehozását eredményező felhasználását. Szabó Zsolt fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közműszolgáltatásokért felelős államtitkárnak szertágazó szakterületeket kell tehát összefognia. Mérnökként, könyvvizsgálóként és városvezetőként szerzett gyakorlata képessé teszi arra, hogy a sokszínűséget a közjavára szolgáló módon biztos kézzel alakítsa harmonikus egészé. Határozott szándékunk továbbá, hogy tovább vigyük a nemzetközi közlekedési hálózatok hazai elemeinek megkezdett fejlesztését, különösen hivatkoznék itt a vasúti pályafelújításokra, határozott lépéseket tegyük az autópályák országhatárokig még hiányzó szakaszainak képítése, a megyeszékhelyek gyorsforgalmi bekötése és az alsóbrendű közutak, települések, bekötőutak rendbetétele érdekében. Folytassuk a közlekedési társaságok szervezet átalakítását úgy, hogy a költséghatékonyság növelése mellett folyamatosan javuljon a szolgáltatások színvonala. Elvégezzük a felhasználók igényehez igazodó finomhangolásokat a sikeresen bevezetett EU-díj rendszerben. Tasó László, infrastruktúrális felelős államtitkár, egy kelet-magyarországi kisváros Nyiradony polgármestere volt 20 évig, és minden bizonnyal az lehetett volna most ősztől is. Testközelből ismeri tehát azokat a kistelepülési problémákat, amelyek a budapesti íróasztalok mögül nem, vagy nagyon más fénytörésben látszanak. E kör a közeljövőben egy fővel még bővülni fog, az új infrakommunikációért felelős államtitkát várhatóan napokon belül megnevezzük majd. A tárca vezetőivel szemben közös elvárás, hogy az előttünk álló számos feladat megvalósítása során a szakmai megfontolásokkal legalább egyenértékűen kezeljék a társadalmi szempontokat is. Az ágazati részérdekeket kivétel és tétovázás nélkül alá kell rendelni a legfontosabb célnak. Magyarország megerősítésének, a vidék felemelésének és a magyar családok gyarapításának. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Miniszter úr bemutatása után most államtitkáraink személyes bemutatkozása következik. Elsőként dr. Cepek Gábor közigazgatási államtitkár urat kérem, hogy mondja el, milyen ambíciókkal érkezik a tárcához. És egyben jelzem önöknek, hogy államtitkár úrnak a bemutatkozása után halaszthatatlan hivatali elfoglaltsága miatt távoznia kell. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel köszöntöm a sajtó képviselőit. Köszönöm a miniszter úr felvezetőjét. Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Dr. Cepek Gábor vagyok. Jogász végzettségű. Pályámat a Győr-Moson-Sopron megyei bíróságon kezdtem, és ezt követően a Közigazgatás és Igazságügyi Minisztérium jogalkotási területén dolgoztam, legutóbb, mint igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkár. Szakmai tapasztalatom tehát a jogalkalmazásra és a jogalkotásra és egy hivatali szervezet működtetésére is kiterjed, és emiatt éreztem magam alkalmasnak a feladatra, hogy egy közigazgatási államtitkárként egy hivatali szervezetet irányítsak. A közigazgatási államtitkár minden minisztériumban rendelkezik közigállamtitkárral, amelynek feladata a munkaszervezet irányítása.
ami azt akarja, hogy a mellettem ülő szakállamtitkárok szolgáltatják a tartalmat, a közigazgatási államtitkár pedig azért felelős, hogy a formát biztosítsa, olyan eljárásrendeket, mechanizmusokat, személyi feltételeket dolgozzon ki, hogy a tartalmat szolgáltató államtitkárok a munkájukat a leghatékonyabban tudják végezni. Tehát feladatomnak azt tekintem, hogy ez a nagyon vegyes portfóliójú tárca olyan hivatali szervezettel rendelkezzen, amely kimagasló munkát eredményezhet a közeljövőben. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm államtitkár úr, egyben köszönöm a részvételét és jó munkát kívánok. Hogyha távoznia kell, akkor tegye meg egész nyugodtan. Ahogy a miniszter úr fogalmazott, a vagyonpolitika területén a folyamatosságot, a folytonosságot Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszony személye képviseli. Kérem, mondja el, hogy milyen céljai lesznek a közeljövőben. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Hegmanné Nemes Sára vagyok. Végzettségemet tekintve közgazdász és könyvvizsgáló, méghozzá pénzintézeti és költségvetési területen is könyvvizsgálóként dolgoztam évtizedekig. Miniszterelnök úr és miniszter úr bizalmából felkérést kaptam a folytatásra, amelyet örömmel elfogadtam, hiszen a nemzeti vagyonvédelme az egyik legfontosabb feladatunk. Az elmúlt 4 évben nagy eredménynek tartom, hogy megalkottuk a nemzeti vagyonról szóló sarkalatos törvényt, amely nagyon kemény szabályokat és kereteket fogalmaz meg a nemzeti vagyon értékesítése, hasznosítása irányába. Az elmúlt 4 évben a közel 10%-ára csökkent nemzeti vagyon, hiszen a 20 év alatt a privatizációs folyamat során töredékére csökkent a nemzeti vagyon. Ezt a nemzeti vagyont mi gyarapítani tudtuk, fejleszteni tudtuk, és az elkövetkező 4 évben is ezen nemzeti vagyonnak a fejlesztése, gyarapítása a fő feladatunk. A PPP konstrukciók területén az elmúlt 4 évben szintén komoly előrelépéseket tettünk, hiszen a sport területen már megszüntettük a PPP konstrukciók jelentős részét, és készen állunk akár a felsőoktatás, akár az autópálya területén az újra tárgyalásokra a szerződéseknek. A nemzeti vagyon védelme szempontjából nagyon fontos előrelépésnek tartom azt, hogy az elkövetkezendő időszakban is csak erős parlamenti felhatalmazással lehet a nemzeti vagyont hasznosítani. Komoly jogi falakat építettünk köré, annak érdekében, hogy a csökkenését megállítsuk. Visszaszereztünk olyan emblematikus cégeket, mint például a Rába többségi tulajdona, vagy a Mahart, vagy az Antenna Hungária üzletrésze, és készen állunk közműszolgáltató vállalatok megvásárlására is. Komoly kihívás volt nekünk a lecsökkent nemzeti vagyon területén az, hogy a maradékelv alapján gyakorlatilag a tartósan veszteséges, vagy csak erős állami támogatással működtethető cégek maradtak az állami portfólióban, például a közösségi közlekedési vállalatokról beszélek, amelyeknél a hatékony gazdálkodás, költséghatékony gazdálkodás feltételeit megteremtettük, és most már lehetőség van a fejlesztésekre is, úgy a MÁV, mint a volántársaságok esetében. Miniszterelnök úr egyszer azt mondta, hogy a kamra kulcsát legjobb asszonyokra bízni. Én ezt a feladatot örömmel vállalom, és ígérem, hogy a közvagyon és a közérdek érdekében minden esetben a nemzeti vagyon védelmét és gyarapítását fogjuk szolgálni. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár asszony. Az elmúlt parlamenti ciklusban 753-szor szólalt fel, ezzel a legaktívabb kormánypárti politikus volt Fónagy János parlamenti államtitkár úr. Államtitkár úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, ebből is látszik, hogy rengeteget beszélek. Eredendően én jogász vagyok, 1966-tól mezőgazdasági nagyüzemben, majd a kohászatnál, Uzdi kohászatnál voltam vezető jogtanácsos, és aztán gazdasági vezérigazgató, majd Észak-Kelet Magyarországon térségfejlesztéssel, vállalkozásfejlesztéssel foglalkoztam. A rendszerváltás utáni években Borsod-Abaúj-Zemplén megyének voltam a gazdaságért felelős alelnöke. 98-tól az első Orbán kormány idején 2 évig a gazdasági minisztérium, majd a kancellária politikai államtitkára voltam, majd 2000-től 2002-ig a közlekedési, hírközlési és vízügyi tárca vezetésére kaptam megbízást. 2002 és 2010 között ellenzékbe a Fidesz parlamenti frakcióján gazdasági kabinetjébe a reálgazdaság képviselete volt a feladatom. 2010-től vagyok a Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a tárca parlamenti
képviselete, tehát törvényhozási és egyéb kapcsolata rendszer mellett feladatom volt a víziközmű törvény előkészítése, a közösségi közlekedésről szóló törvény összeállításának az irányítása, majd ennek végrehajtása beleértve a MÁV és a Volán át, illetve visszaszervezését is, kormánybiztosként történő ellátása. A 2012. decemberétől a rezsicsökkentés folyamatának vagyok, voltam a kormányzati koordinátora. Szó esett már a közműtörvényről, amelynek az előző ciklusba történő előkészítésért, akimmel közösen felelős voltam, és a eddigi munkáiban részt vettem. Jövőben nézve a feladataim nem változnak, elsődleges feladatom a Fejlesztési Minisztérium parlamenti képviselete és az országgyűléssel való kapcsolattartása, mind a törvényhozás, mint minden más egyéb területen, valamint mindazon feladatok ellátására, amely a miniszteremtől, illetve a miniszterelnökömtől utasítást kapok. Köszönöm a türelmüket. Köszönöm, Fónagy úr. Most pedig Aracki András energiaügyért felelős államtitkár urat kérem, hogy mutatkozzon be néhány szóban. Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Ahogy miniszter úr felvezetőjében elhangzott, én félig meddig az energia területére érkeztem, de meg kell mondanom, hogy 1988-ig a közigazgatásban dolgoztam vezető beosztásokban. Végzettségemet tekintve én is jogász vagyok, és egészen 2014. április 30-ig ezt a területet gyakorló jogtanácsosként vittem. Az elmúlt ciklusban, miután energia területéről jöttem, energetikai kérdésekkel kezdtem el foglalkozni. Abban nyilvánultam meg legtöbbször a parlamentben, és nagyon büszkén vállalom, hogy a rezsicsökkentés megvédő határozati javaslat egyik benyújtója voltam. Mindemellett azt kell mondani, hogy az energetikai nagyon szenzitív terület, hogyha úgy nézzük, akkor ennek van egy statutuma, a 2011-ben elfogadott energia stratégiánk, amely 50 éves kitekintéssel próbálja összegezni a magyar energetika jövőjét. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan alaposan kidolgozott és elfogadott dokumentum, amelynek a tartalommal megtöltése a mi feladatunk. Két szóban lehet összegezni, hogy mi egy energiapolitikának a feladata. Elsősorban az ellátás biztonság, másodszorban az, hogy olyan árakon történjen a szolgáltatás, amely a lakosság számára megfizethető, és biztosítja a magyar gazdaság versenyképességét, mert mint látjuk egész Európában tekintve is, az energiaárak komoly versenyképességet befolyásoló tényezők. Úgy gondolom, hogy minden ez alá lesz rendelve, minden tevékenységünk, minden intézkedésünk, és ebbe a sorba, ahogy a miniszter úr is felsorolta, számtalan komoly és megoldandó feladat tartozik. Úgy gondolom, hogy a minisztérium, illetve az államtitkárság csapata készen áll, hogy megfelelő szakértelemmel ezen célokat elérje, és mindannyiunk javára alakítsuk át hosszú távra is, vagy javítsuk az magyar energiaellátás és ellátásbiztonság helyzetét. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, államtitkár úr. Szabó Zsolt június 15-től a fejlesztés és klímapolitikai ügyeket viszi, valamint a kiemelt közszolgáltatásokért felel. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok. Tisztelettel köszöntöm Önöket a mai sajtótájékoztatón. Szabó Zsolt vagyok, 60-ból érkeztem, a családommal együtt ott élek nagyon régóta, tehát több évtizede. Akkor szervező mérnök vagyok alapvégzettségemet tekintve, mellette könyvvizsgálóként, adószakértőként dolgoztam, gazdasági területről jövök, hiszen 2010 előtt politikával nem foglalkoztam. 2010-től 60 város polgármestereként és országgyűlési képviselőként dolgoztam a Fogyasztóvédelmi Bizottságban. A
legfontosabb feladatomnak tartom, hogy alázattal szolgálva azon problémákkal és megoldásváró feladatokkal tudjunk foglalkozni hatékonyan és gyorsan, szolgálva a környezetünkben lévőknek, hogy ezáltal az államtitkárság munkáját minél inkább meg tudjam gyorsítani és előre tudjam vinni. Ami talán legkiemelkedőbb ezen a területen a kiemelt közszolgáltatások kérdésköre, először is jogi rendszert kell építeni hozzá, majd közgazdaságilag, pénzügyileg kell úgy a rendszert felépíteni, hogy ez hosszú távon non-profit jelleggel és a közösségek szolgáltatását ellátva tudja vinni a tevékenységét. A másik fontos a fejlesztési és klímapolitikának a megalkotása, ezen belül a pályázatoknak az elősegítés, azoknak a működése. Itt konkrétan a panelprogram, a különböző ház energetikai ellátása, alternatív, vagy ha úgy tetszik, akkor megújuló energiaforrásokból, és hát ami a legfontosabb, hogy a folyamatoknak az olyan mértékű elősegítése, amivel lehetővé válik a következő 7 éves európai ciklusnak a pályázati forrás felhasználása. Köszönöm szépen! Köszönöm, államtitkár úr. Végezetül Tassó László infrastruktúráért felelős államtitkár urat kérem a bemutatkozásra, a személyes célok megfogalmazására. Parancsoljon! Köszönöm a lehetőséget, tisztelt jelenlévők! Érdeklődésük megtisztelő. A felkérés, amit kaptam a miniszter úrtól, nagyon jól esett, és egy igazán nagy kihívás elé kerültem. Igyekszem megfelelni, hiszen egy nagyon nehéz területről van szó, olyan területről van szó, amelyet nem lehet igazán jól csinálni, csak törekedni kell arra, hogy holnap jobban csináljuk, mint ahogy ma végeztük a tevékenységünket. A fontosabb célokról már miniszter úr szólt a felvezetőjében, tehát egyértelmű, hogy a versenyképesség fokozása mellett a felzárkóztatás is egymás mellett kell, hogy haladjon az első körben és az első vonalon, és az is világos, hogy a hiányzó szakaszokat az autópályák osztályhatárig tartó részén is ki kell építenünk. Az a hátrány, ami Kelet-Magyarországon, de Magyarország vidéki részén érezhető, a közlekedés biztonság és a közlekedés területén az érezhető tapasztalható. 261 kilométerről járok be Budapestre, és fogok majd bejárni a következőkben is, és tapasztalom azt is, hogy itt sem jobb a helyzet sokkal a fővárosban. De mint ahogy mondtam is, ez egy olyan világ, amelyet csak jobban lehet, de jól nem lehet igazán végezni és csinálni. Nagyon sok komoly fejlesztés történt az elmúlt években, és azt mondom, hogy a kormányzati ciklus, amely mögöttünk van, igen komoly lépéseket tett a színvonal javítás érdekében, és a biztonság területén is. Most, amit már tudok, az látható, hogy egy komoly fejlesztési program ereje, hiszen a következő időszakban mintegy 190 milliárd forint fejlesztési lehetősége lesz a legrosszabb állapot utaknak, és a legrosszabb szakaszoknak a felújítására ennyi fog jutni. Ebből már 100 milliárd forint környékén ebben az évben hozzá is kezdhetünk a munkákhoz, és a következő évben fejeződnek be. Ami lényeges, hogy nagyon komoly, összesen 250 kilométernyi útszakaszt tudtunk 11,5 tonnásra megerősíteni az elmúlt években, és az is nagyon, nagyon sokat jelentett, hogy elkészült az M0-ás déli szakasza. Egy kiemelt eredmény, hiszen nem csak magyarországi szinten nézve is jelentős a fejlődés. Sokkal kevesebb az eljutási idő, sokkal kevesebb a probléma és a baleset veszély is. A vasúti felújítások folytatása éppen a térségünkben Szajon-Ladány környékén is folytatódik, és ebből egyértelműen az következik, hogy elemi célja a közlekedési rendszer fejlesztése továbbra is a kormánynak. Nagyon bízom benne, hogy a munkánk során valóban mindent egyszerre tudunk kezelni, de ami fontosabb, hogy a társadalmi igényeket és a gazdasági szereplő jogos elvárásait megpróbáljuk a szakmai javaslatokkal egybe gyűrni és egybe illeszteni, hiszen ez a nehéz, ez a legnehezebb, amikor a szakmai javaslat és a társadalmi igény eltér egymástól. Nekünk a politika világában ezt kell összehangolni. Azt hiszem, hogy nehéz területre kerültem, és viszont a kihívás inspiráló. Mindent el fog követ annak érdekében, hogy jól végezze a munkámat, vagyis jobban, mint tegnap. Köszönöm figyelmüket!